Sziasztok! Én Baluka vagyok, és elérkeztünk ezzel a legújabb videómhoz, és bizony, mint ugyan a címről is láthattátok, ma meg fogjuk építeni a Scrap Mechanicban a Tesla Cybertruckot. Ja, eléggé kis futurisztikus dolog lesz ez, viszont hogyha úgy nézzük, akkor ez a videó nem a Scrap Mechanic szerdán ment ki, hanem a Scrap Mechanic szombaton, úgyhogy tökre dukál egy Tesla Cybertruck, lényegében ehhez semmi köze nincs, viszont menő a Tesla Cybertruck. Akármennyire fura és egy picikét bántja a szemedet, de ha sokáig nézed, akkor valahogyan elkezd tetszeni. Nekem legalábbis ez így volt. Lehet, hogy a videó végére annyira megtetszik nektek, hogy csekély 12,5 millió forintért a legkevésbé felszerelt Tesla Cybertruckot fogjátok megvásárolni 2022-be. Azt hiszem, bár ez nagy eszmefuttatás volt. Minden esetre örüljünk, hogy visszatért a Scrap Mechanic szerda, ami szombat, és ne húzzuk tovább az időt, és kezdjünk bele Cybertruckot építeni. És szerintem méricskéljünk először egy kicsit. Szerintem egyelőre ezt a jól bevált 14x16-os alaprajzot fogom használni most is. És akkor erre kell alkotnunk. Egyébként srácok, amíg én így méricskélek, addig kérlek írjátok le, hogy jó-e a mikrofonomnak a hangja. Mert valamiért én most ilyen nagyon-nagyon furának látom. És egyszerűen nem tudom megmagyarázni, hogy miért. De ha zavaró, akkor kérlek szóljatok. Természetesen Electric Engine-t fogunk használni. Illetve ígértem nektek, hogy valami epic felfüggesztést fogok kitalálni 2020-ra. Hát erre egyelőre nem nagyon volt még időm, viszont ami késik, nem múlik. Rögtön itt az autó elején van kihagyva egy kis hely a keréknek, hátul meg egy picikét több. Na, ez így szép volt. Hogy lehetek ilyen fogyikos? Egy like, egy fogyatékosság elleni gyógyszer. És ugyanazt megcsinálom még egyszer! Egy feliratkozás, 3 fogyatékosság elleni gyógyszer. Na, harmadjára nem futunk bele ugyanabba a hibába. Na, itt a Cybertruck alapja. Jó, mi? Kész is. Egyébként srácok, engedjétek meg kérlek, hogy bejelentsem, hogy indítottam egy új csatornát Baluka Official néven. Jelenleg olyan 700 feliratkozó van rajta, úgyhogy nagyon-nagyon szépen megköszönném, hogyha nyomnál rá egy feliratkozást. Mert hogy oda fogok feltölteni élőadásokat, amit egyébként Twitch-en fogok készíteni jövő hét 2-től, mert hogy akkor végzek egyébként a vizsgáimmal. Ja igen, amikor én ezt a videót felveszem, akkor másnap megyek angol osztályozó vizsga szóbelire. Amikor megvágom, már végeztem az osztályozóval. Amikor pedig ti nézitek, akkor én meg már az eredményt is tudom. Nagyon remélem, hogy boldog leszek. Szurkoljatok. Szóval jövő hét 2-től, azaz 2020. január 28-ától a Twitch csatornámra, azaz Baluka Official néven megtaláltok ott is. Oda fogok rengeteget streamelni, Scrap Mechanicot, Minecraftot, Chego-t, PUBG-t, GTA 5-öt, Fortnite-ot, mindent is. Úgyhogy kövessetek be Twitch-en is, mert hogy live-ok lesznek ezerrel, viszont akik azt nem tudják nézni, mert nem értem, hogy valamiért nem tudják megcsinálni a Twitch-et, ők nekik pedig lesz ez a VOD csatorna, ahová utólag fel fogom tölteni ezeket az élőadásokat, hogy mindenkinek visszanézhető legyen. Úgyhogy alapesetben találkozunk majd Twitch-en, ha valamilyen formában ez nem tud összejönni, akkor pedig ezen az új csatornán, a Baluka Official csatornán pedig visszanézhetitek ezeket az élőadásokat. Viszont hogy jegyezzem meg, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a Baluka csatornát el fogjuk hanyagolni, sőt így, hogy most lassan vége a vizsgaidőszaknak, egyre több és több videó lesz itt is, azaz akár heti 3 videó, ebből akár Minecraft, Scrap Mechanic, meg mindenféle, viszont szabadidőmben délutánonként, esténként pedig Twitch-re fogok streamelni, úgyhogy kövessetek be Twitch-en és az új YouTube csatornán is. Úgyhogy töljetek egy feliratkozást, hogyha menők vagytok, és szeretnétek Scrap Mechanic élőadásokat látni. Hát, hogy megvalljam az őszintét, nem építettem sosem Cybertruckot még, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy mi fán döglik a dió. Mondjuk ez nem hiszem, hogy olyan váratlanul ért titeket. De hát, mint ahogyan mondani szoktam vala, majd videó közben rájövünk, hogy kell. Ajajaj! Aj, te! Rám süllyedt a Cybertruck. Oké, na így milyen? De így meg alacsony! Mennyi baj van ezzel? Jó, nem, jó lesz így. Csapjunk egyet ide is. Aha, csak egyet beljebb kéne. Tudjátok, hogy milyen régen Scrap Mechanicoztam most így vizsgai időszakban? Hát nagyon régen. Nem is megy olyan gördülékenyen a játék. Nem vagyok hozzászokva. Szükségünk lenne valami elképesztően futurisztikus dizájnra. Amihez nem is tudom, hogy pontosan hogyan kéne hozzákezdeni, mert hogy mint mondtam, eléggé nagyon über futurisztikus ez a dizájn. Jó, ez így vajon? Hát mondjuk nem nagyon tudjuk máshogy csinálni. Tehetnénk ide Rotation Editorral ilyen, hát tartólemez, de hát akkor meg ugye csúnya lenne itt ez a rész. Egyébként meg szerintem a rohadt kicsi lesz, mármint hogy nagyobbba kellett volna gondolkoznunk. Azt nem tudom én már csak, hogy az ajtók hogyan fognak kiférni. És ugye két ajtaja van, mármint hogy 5 személyes a kocsi, akkor ez rohadtul nem lesz elég. Ez itt 4 blokk volt, akkor ez is itt 4 blokk. Aha, nem sokkal, de 2 blokkal kéne még meghosszabbítani. Hű, ez így jó nagy lesz tényleg. És akkor innen indul egy ajtó, innen indul még egy ajtó, és akkor itt van még 2 blokk neki. Aha, szerintem ez így jó. Csináljuk meg neki a felfüggesztést. És akkor ennek is csapjunk valami übermodern dizájnt.
Nézzétek, ezt itt kiveszem. Hát igen, a valóságban ez így néz neki. Aha, valahogy így. Hát igen, ennek oldalról így kéne kinéznie. A kellene és a hogy néz ki, az két különböző dolog. Na jó, srácok, egyelőre így nézünk ki. Ilyennek kell lennie a kép alapján. Na szóval, most jönnek azok a dolgok, amiket ajtónak nevezünk. De nem elkészítés céljából, hanem csak úgy kimérés céljából, úgy felkészülés, vagy amúgy ilyen is van. Aha, valahogy így. Ez a rész akkor itt bizony nem is kell. És akkor a következő lépésekben a Rotation Editorrel fogunk szórakozni. Viszont amit csinál, az nekünk tök hasznos. El is rejtünk belőle párat ide a... Hát mondjuk úgy ide. És a Cybertrucknak olyan menő a műszerfala. Mindenképpen szükségünk van nekünk egy olyan pontra, ahol meg tudjuk emelni az autónak a közepét. Mert ugye itt vannak a 4 blokk hosszúságú ajtók, tehát muszáj vagyunk ide tenni valami felfüggesztést, amire ugye a tetőt fogjuk csatolni. És akkor itt bizony van neki egy ilyen átfogója. Úgy egy kis gagyi autónak néz ki egyelőre. És akkor most jöhet a logisztika. Maybe it's just me and mine, where thunder's had its way. Hogyha mi leraktunk ide egy csapágyat, és ahhoz hozzá kapcsoltunk egy ilyen kis lapot egy kis füllel, és ezt a csapágyat belekötjük az egyik kontrollerbe, majd beállítjuk, hogy a rózsaszín irányba alapesetben el legyen fordítva mondjuk 90 fokkal, akkor pontosan úgy, mint a HVS autónál, kapunk egy ilyen ilyet. Én most jöttem rá, hogy egyébként amikor így én nagyon koncentrálok, és tudom, hogy így is timelapse-et rakok a videóba, akkor mindig ilyen... Hülye fejem van. De ez nem annyira fontos dolog, csak úgy megjegyeztem. Hogy most már ti is különösen odafigyeljetek erre, hogy hülye fejem van. Na igen, ezért éri meg vele tökölni, mert hogy aztán meg utána jó lesz. Figyelj, ebből ennyit lehet kihozni, szerintem nem részes ez így. Na zsír, akkor csináljuk meg előre is. Viszont ott figyelünk, hogy nagyobb a dőlésszög. És a Cybertrucknak bizony elől is hasonlóan vannak a lámpái megcsinálva, mint hátul. Annyi lesz majd a különbség, hogy van benne egy kis csavar, de annyira az a mi szempontunkból nem érdekes. Csapáljat a Connector Editorba, azt pedig csapjuk le 105-re. Hoppá, nem. Minusz valamennyire. És igen, lehet, hogy ezeket a csapályokat középre kéne tenni, nem pedig a szélére. Na, gyorsan beraktam akkor középre a csapályokat, így nézünk ki egyenlőre. Viszont ha minden igaz, akkor így lerövidültek a szárnyak. Igen, akkor ezeket most meg kell hosszabbítsuk. Na, szuper. Picikét meghosszabbítottam az alapját, és egyébként most jöttem rá arra, hogy hol rontottuk el. Mert ugye a Cybertrucknak a hátulja nyitható, tehát innen alulról kellene. Mit szólnátok ahhoz, hogyha ennek a Cybertrucknak most nem lehetne a hátulját így lecsapni ilyen vontathatóvá, és abba belerakni ezt az epic Tesla motort, hanem ez most csak így külsőre menne, és akkor a későbbiek folyamán csinálnánk olyat, aminek a mesterséges intelligenciája és ez a csomagtér lehajtható, bepakolható dolog is meg lenne benne. Mert ugye tudod, a Teslában minden van, és akkor csinálnánk tőle a túradart, meg ilyen nem tudom mit, olyan kanyarodás, gát segítő genyót, meg minden gyakorlatilag. Viszont akkor ez egy másik videóban lenne, mert hát ebben nem tudnám belesűríteni már. Meg hát nem is tudok én mesterséges intelligenciát csinálni egyelőre, de majd megtanulok. Építettem egy ajtóprototípust, majd pedig elkezdtem szórakozni az ablaküvegekkel. Mint ahogyan láthatjátok, a ferde elem miatt nem tudunk minden egyes helyre teljes egész blokkokat lerakni, és mivel ugye a játékban nincsenek ilyen félbevágott, hitboxú blokkok, ezért kénytelenek vagyunk az autónak a falát 2 blokk vastagra megcsinálni. Többnyire ez az ablaküvegnél lesz látványos, így hogyha oldalról nézzük, akkor úgy néz ki, mintha teljes mértékben egy síkban lenne az üveg, illetve lennének benne ilyen tört blokkok. És akkor, hogyha teljesen oldalról nézzük, akkor az patikás üveg. Már nem a patika üvege, hanem hogy ne értitek. Na így nézzünk akkor ki jelenleg, szerintem egyébként egészen hasonlít az eredetire. Lámpa ügyileg hogy állunk? Aha, na, így végre valahogyan kezdünk kinézni. De valamiért csiszitel csaszatol oldalra ez a kocsi. Ez így nem jó. Már nem csiszitel. Így ez eléggé fura. Á, srácok, be fog telni a kamerámnak a memóriája, ne haragudjatok, innentől facecam nélkül megy tovább a videó. Komolyan, kell vennem valami egy SD kártyát. A hátralévő másfél órás építésben rengeteget szórakoztam a felső elemeknek a fixálásával, majd pedig sokat bénáztam az első lökhárító megépítésével, aztán beépítettem a tetőn található napelemeket, majd véglegesítettem az ajtókat, lehelyeztem az elektromos motort, aztán bekötöttem a reflektorokat, illetve berendeztem a belső teret, ezen kívül majd rengeteget, de rengeteget kötögettem még, és legvégül lefestettem az egész Cybertruckot. Igaz, hogy ugye nálunk a Scrap Miningban nincsen ilyen tükröződő és ilyen csillogós, fényes festés. Ellenben van matt. Brutális mattság, úgyhogy a Cybertruckunk, hát az matt lesz.
Na szóval srácok, végre elkészült a Tesla Cybertruck-om. Hát elég érdekes. Hogy megmondjam az őszintét, eléggé össze-visszának látszik így nyitva, illetve becsukva is. Viszont hogyha jobban és alaposabban megnézzük, akkor valamennyire felfedezhető a hasonlóság az igazi ések között. De a hátsó kerék nincs lefestve. Miért nincs lefestve az hátsó kerék? De szerintem inkább pattanjunk be, és onnan jobban alaposan nézzük meg. Na szóval, a belső tér az így néz ki, eléggé ultramodern, mint egy igazi Tesla. Nagy, szóval jó sok szék el tud benne férni, 5 személyes autó ugye. A kilátás az nem a legjobb, bár hát ez várható volt. És akkor nézzük, hogyan működik. A 2-3-as gombbal becsukjuk az ajtókat, ugye külön tudjuk kezelni a pilótának az ajtaját és ugye a hátsó ajtókat, vagyis a többi ajtót. Csukjuk is be őket. Az 1-es gombbal tudjuk bekapcsolni a világítást, ugye az első és a hátsó lámpát. A 4-es gombbal a reflektort. Alul van két rejtett lámpa, fölül pedig egy LED csík, vagy hát ilyen Tesla csík. Továbbá ez az első olyan autó, amiben építettem indexet. Ha az 5-ös gombot megnyomjuk, akkor balra tudunk indexelni. Ha pedig a 6-ost, akkor pedig a jobb oldalra. Ugye ezzel tudjuk jelezni, hogy merre akarunk kanyarodni. Alapesetben ugye ez úgy működne, hogy amerre én kanyarodok, akkor ő magától indexel. Viszont én még nem tartok azon a szinten, legalábbis még sosem próbáltam ilyet építeni. De hát figyeljetek, 2020 van, haladunk, most már van indexelő autó. Na szóval most, hogy már minden kereket lefestettünk, akkor induljunk is el egy próbakörre. Ugye elektromos motor található benne, és hát eléggé jól működik. Kanyarodás szempontjából eléggé jó, a másik irányba kanyarodva is elmegy. Nem a leggyorsabb csoda a világon, és nem is a legbiztonságosabb. Bár nem is vagyok abban biztos, hogy a motor teljesen maximum van-e, ezt gyorsan tesztelem. Igen. Szóval hát így néz ki a mi kis Tesla Cybertruckunk, amikor elindulunk és kanyarodunk vele, akkor szépen megemelkedik egy kicsit az orra. Hát ez az ő kis szexepile. Viszont oldalról ténylegesen hasonlít az igazi Cybertruckra. Szemből is úgy fogjuk rá, fölülről is. Összességében talán annyira nem lett mellélővel, legalábbis ezt a nagyon futurisztikus dizájnt, hát ezt csak így tudtam elérni, hogy rotation editorral próbálgatom a tetejét így elhajlítgatni. Viszont srácok, hogyha tetszett a videó és szeretnétek még további ilyen scrapmanikus építős tartalmakat látni a csatornán, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, illetve a legújabb scrapmanikus termékek már elérhetőek a webshopba, úgyhogy csekkoljátok le, az is ott van a leírásban. Továbbá iratkozzatok fel az új csatornámra, nézzetek Twitch-en, mint mondtam, minden fontos info a leírásban. Én Valuka voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!